A bajnokság előtt az országos főtáblára kerülést tűzte ki célként Vajda Tamás együttese, és a minimális tervet teljesítették is a serdülők. A szezon első szakasza volt sikeresebb a csapat számára, pedig már abban a periódusban is erős ellenfelekkel találkoztak a nyíregyháziak. A 10 győzelemmel és 4 vereséggel záruló alapszakasz követően a folytatásban az ország legerősebb együttesei ellen is pályára léptek a 13-14 éves srácok. A főtáblán 4 győzelmet arattak a fiatalok, akik 2 20 pont fölötti vereséget leszámítva a többi találkozón szoros csatában maradtak alul. Már itt a régión belül is olyan kosárlabda akadémiákkal kellett fölvenni a harcot, akik már nem csak egy iskolából válogatnak, hanem városból, megyéből vagy akár országos szinten is. Még mondhatnánk, hogy a mi kis csapatunk ugye csak az apácai gyakorlóból 3 osztályra épül, és fölvettük velük a harcot. A nyíregyháziak legeredményesebb játékosa a szezont 27 pontos átlaggal záró Bodnár Balázs volt. A 14. éves kosaras a válogatott edzőtáborában is megmutathatta tudását. Úgy gondolom, hogy sikeres évet zárhattam. Szerencsére jól ment a játéka pályán. Végül a csapatban is kihoztuk a maximumot. Hát természetesen jobban örültem volna én is, ha most egy országos döntőre készülünk a hétvégén, de ugye részt vettünk a kiemelt bajnokságban, és ezzel gondolom, hogy kihoztuk a maximumot tényleg a csapatból, és nekem is jól ment a játék. A serdülő csapat a hagyományokhoz híven június végéig edzésben marad, akkor egy egyhetes edzőtábor zárja majd a szezont. Ősztől a legjobbak a kadett korosztályban folytatják majd kosaras pályafutásukat.